Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái már elkezdődtek, és január 4-én a 11. napnál tartunk. Úgy, ahogy ezt a napot átéled, átviszed automatikusan ezt az energiát november hónapra. Ezen az éjszakán is tartok egy szertartást. A fő téma ennél a szertartásnál védeni magunkat a fekete mágia ellen. Vannak jó mágikus szertartások. Ez mindig egyhangban van az isteni hatalommal, jó szándékkal, tartjuk ezeket a szertartásokat, de sajnos az ördög is uralkodik, sajnos vannak rossz indulatú emberek is, sajnos van fekete mágia is. És fontos, hogy védjük magunkat ezen a fekete mágia ellen. Tehát ez a fő téma jelenleg, azon kívül jelentheti, ez az energia, a mi energiánk, a mágikus vonzalmat kettőtök között. Kihat egészségügyi témákra is, hiszen ennek a szertartásnak van gyógyító ereje is, különösen ami a szexuális témákat illeti. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt ez a hölgy átnyújtja számodra ezt a kulcsot. Vetkezed be ezt a kulcsot, légy magabiztos. Ezt a kulcsot használhatod, hiszen le tudsz zárni vele valamit, vagy nyílik itt egy új ajtó, ez lehet egy új irány, lehet egy jó ajánlat, lehet egy új lehetőség is. Itt a gyűrű jelenti a szerződéseket, vagy a kapcsolatokat. Azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád, és kopogtat itt az ajtón. Az a fontos, hogy megtaláld a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ennek is van egy gyógyító hatása, hiszen erőt ad számodra. Ez a kígyó szintén jelenthet gyógyító erőt. De mivel ott van mellette az út, és ez a kereszt, ami szintén utalhat utakra vagy döntésekre, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy eléred az élet utadon ezt a kereszteződést, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, ebben az esetben a kígyó jelenthet mellékutakat. A kígyó utalhat egy hölgyre is, és itt láthatóak a madarak, ami jelenti a könnyűséget, a művészeteket, a dalokat, a tánzt, vagy a kommunikációt. Valaki útban van hozzád, és beszélni szeretne veled. Ez lehet itt egy barátnő is. De itt nem csak barátságokról van szó, hanem szerelemről is, hiszen a szerelem Isten nője átnyújtja ezt a lobogó szívet, itt is döntésekről lesz szó, vagy találkozásról, amikor az élet utatok itt kereszteződik, a gyűrű jelentheti azt, hogy visszatér hozzád, vagy döntésekről van szó, esetleg egy közös életút, egy közös otthon tervezése. És a hajó jelenti a reményt hozzá. Azon kívül itt látható a levél, ez lehet egy szerelmes levél, de lehet egy szerződés is. Ez a kislány utal egy új kezdetre, vagy az ártatlanságra, természetesen a gyermekekre is. A kezében van a 4 levelű lóhere,
ami szerencsét hoz. Itt lesz egy szerencsés új kezdet. A hajó jelenti a reményt hozzá, vagy jelenthet külföldi utazásokat, vagy kapcsolatokat is. Itt a ház jelenti az otthonodat, a szomszédokat, a szülői házat, a rokonokat, vagy egy ingatlant, ez lehet külföldön is. Vagy ez a kártya az utazás, és ez a ház jelentheti azt is, hogy valaki meglátogat téged, külföldről útban van hozzád, vagy lesz egy meghívás, itt van a meghívó levél, és szeretné, ha te látogatnád őt meg. Ez a két kártya jelentheti egy ingatlan vásárlását is külföldön. Ha ez a terved, akkor itt látható a szerződés, a kapcsolatok, kinyílik itt egy ajtó számodra, ez lehet egy lehetőség, a döntés, és a kislány mutatja azt, ebben az új kezdetben szerencséd lesz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!